van is olyan kép, mikor még édesanyám velem terhesen ül a házunk kertjében a nagy diófa alatt. Szép világ volt. Kassák Lajos, meg Vörös Sándor. Vörös ott írt egy verset, Illyés Gyula, meg ilyenek ülnek az asztalnál, meg a szüleim. Meg hát ezek szerint én ugye az anyám hasában. Ez a Szent István tér 19 Pécset, ahol születtem. Fantasztikus volt Pécs, mert tele volt a művészettel, mindegyik új volt, újító volt, és ezek összefüggtek egymással. A Jászai Mari hagyatéka ebben a Rába Tamási kisházban, amelyet ő vett úgy 1909-ben, ha jól tudom, az öcsének, a Jászai József kántortanítónak, aki a nagyapám volt, itt legyen helyük a 10 gyerekhez. Jászai nagyapám, nagyanyám, meg a pécsi keserű nagyapám, meg nagyanyám. Olyan jó én nekem, hogy ennyire élő volt egész gyerekkoromban a 19. század. A századforduló számomra azért fontos, mert én szerintem nem a 20. századi izmusokkal kezdődött a modernizmus, vagy a modernség, hanem a századfordulón olyan alternatívák jelentek meg intenzíven, amelyeknek a jelentőségéhez kétség nem férhet, hogy egy egészen új gondolatot hoztak. Most erre azt mondom, hogy életszerű mozgással telített, vagy organikus, és nagy jelentőségű új világképet hozott a stabil rendszerek helyébe a mozgásra épülő világképzetét. Többféle tárgyat tanítottam. Nagyon jó volt, mert akkor tényleg a hallgatókkal együtt mentünk kiállításokra, és beszéltünk róluk. Meg kell mondanom, hogy az életem nagyon fontos eseményei azok, amikor a hallgatókkal együtt kutattunk valamilyen anyagot, hogy aztán kiállítást létesítsünk belőle. Nem azért mentem oda, hogy én egy intézményt vezessek, hanem azért, hogy megvalósuljanak azok a kiállítások, amiket szerintem fontos megcsinálni. Ilyen volt például a Variációk a popártra. Itt volt egy nagyon gazdag populáris kultúra. Létezik az a jelenség, hogy a helyi erőből alkotni meg a saját jövőt. Két év alatt 86 kiállítást csináltunk, itthon és külföldön, és közben folyt a Műcsarnok mint épület rekonstrukciója, amit szintén én vezettem. Ugye nekem a programom a régió volt, és erről szólt valójában a renovált műcsarnoknak a újranyitása 95-ben, és az európai kunszalék eljöttek, akkor már én le voltam váltva. Nagyon nagy lendülettel fogtunk bele, sok fontos kiállítás volt szerintem. Szívem mélyén nagyon szeretek kiállításokat csinálni. 2006-ban bezárták az Ernst & Young, 7-ben Széchenyi díjat kaptam. Kitaláltam a kerítés kiállítást, a Nemzeti Múzeum kerítésén csináltam Lechner Ödönnek, Gaudinak és Viktor Hortának. És aztán ennek a mintájára két év múlva csináltam egy másikat, szintén ugyanott, a Amrita Selgiről. Ma a professzor emeritus vagyok. Körülbelül 50 éve, hogy előadok a művészet történetéről, illetve rengeteget írtam vele kapcsolatban különféle műfajú munkákat. Tulajdonképpen egy művészettörténész, vagy én legalábbis megpróbálom követni az magát, az alkotó folyamatot, abban egy élet van benne, az alkotó élete, személyes hitele. Az embernek ahhoz, hogy saját maga legyen, és saját maga tudja a sorsát irányítani, ahhoz kell látnia ezeket a példákat, amelyeket a művészet története állít elő. Én szeretném a soraimat rendezni végül is, ha megbeszélés nélkül maradtak utólag ezek a kiállítások, amikről beszéltünk, akkor valahogy mégiscsak nekem kell magamnak összegezni ezeket.
bámulom, amit lehet. És olyankor nem szokott semmi az eszembe jutni. Ez annyira bámulatos, amit innen lehet látni, hogy tényleg az ember csak álmodik azon, hogy milyen szép a világ. Igen.